respeto, la familia. I like this smell. I like this smell. Dressing room smell. Mielőtt a Lisztes Krisztián, ifjabb Lisztes Krisztián eladásáról fejteném ki a véleményemet, egy azért tényleg a legnagyobb tisztelet mellett, bocsánat azért a kis performanceért, az érdekes volt ez a videó, ahol bemutatták a Dejan Stankovicsot. Talán megint ugye arról van szó, hogy az ezerfejű Cézár közül az egyiknek, nekem, egy kicsit túl sok volt ez. Tényleg tök jó volt a technikai beállítások, jó volt a hang, tehát amit kamerával meg el lehet érni, meg a jó volt a zeneválasztás alá, de egy kicsit sok volt. Egy kicsit túl lett tolva. Azok a hívószavak lettek a szájába adva a Dejan Stankovicsnak, amire harapnak a szurkolók, ugye tisztelet, család, szurkolók. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek mind az ő szavai lettek volna. Tehát túlságosan ki lettek hangsúlyozva azok a hívószavak, ami gondolom azért lett, azért érzi a vezetőség, hogy valami probléma van azzal, hogy a Máté Csabától így köszöntek el, mármint a kispadtól, persze tudom, maradt a csapatnál, ez egy tök jó dolog, tehát maradt a Fradi berkein belül, legalábbis úgy tudjuk, hogy az így marad, ez a minimum, ami kijár neki, de biztos vagyok benne, hogy a maga a vezetőség is egy ilyen róka fogta csuka helyzetbe kerülhetett, ami soha nem fog kiderülni. Valószínű megegyeztek már előtte, és nem gondolták volna, hogy a Csaba így fog teljesíteni. És ez így most nagyon megbonyolította a helyzetet, és próbáltak egy ilyen motivációs videóval kijönni, ami ráadásul egy kicsit túl lett tolva. És az egészben tényleg semmi bajom van a Dejan Stankovicssal, nem tartottam egyébként túl hitelesnek az alakítását, ettől még mondjuk lehet jó edző, nekem egy valami zavart nagyon, hogy megláttam egy embert a videón, akit azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat ártott a magyar labdarúgásnak, és ez a Vladan Filipovics. Tehát ahol én meglátom a Vladan Filipovicsot, ott azért kérdések merülnek föl. Én tudom, hogy van olyan klubtulajdonos itt a Magyarországon, vagy klubvezető, akinek a jegyzett füzetében nagyon-nagyon pirossal van beleírva az ő neve. Nem is egynek. Tehát ezért egy kicsit kétkedéssel fogadom ezt az egész ideigazolását a Dejan Stankovicsnak. Az egyik kedves nézőnk azt írta, hogy a barátja Szerbiában annak a csapatnak szurkol, ahol a edző volt a Dejan Stankovic, és hogy nagyon szenvedélyes, nagyon szerették, és jó lett volna, ha ott lenne, de én azt gondolom, hogy ez az alakítás, ami ebben a videóban volt, ez nem volt túl szerencsés. És egy kicsit túl lett tolva, mondom még egyszer, ettől még lehet egy jó edző, de ebben a videóban nem tartottam túl hitelesnek. Az egész annyira mesterkélt volt, hogy valami elképesztő is. Nem csak az én véleményem ez, hanem a videó alatt a kommenteket, ha elolvassátok, és valószínűleg, hogy azok a srácok is, akik odaírtak, nem a fikázás szándékával írták oda azt, hanem a Fradit féltve, hogy vajon milyen helyzetbe kerülünk. Oké, snitt. Akkor most a Lisztes Krisztián, bár kapcsolódik ez is a Dejan Stankovicshoz. Nagyon örvendetes, hogyha egy magyar fiatalnak a játékjogát sikerül értékesíteni egy, hát mondjuk azt, hogy top bajnokság, mert ugye a német bajnokság az. Ez vitán felül áll. Az, hogy 18 évesen kikerül, hát kicsit hajazva az édesapjára, és nagyon remélem, hogy szerencsésebb lesz a kezdése, mint ami neki volt. Biztos sokan emlékeznek az autó összetöréstől kezdve, sok mindenre, de biztos vagyok benne, hogy az ifjabb Krisztián jobban föl lett készítve erre az úgynevezett szintugrásra, az ezzel járó sztárságra, csak
arra leszek kíváncsi, hogy az elkövetkezendő szezonban mennyi játék lehetőséget fog kapni. Abszolút érthető lenne egyébként, hogyha a Stankovics kihagyna a csapatból, hiszen tudja, hogy rá nem építhet. Ez egy lehet, hogy pénzügyileg jó megoldás volt, de fene tudja, hogy szakmailag, illetve a srác előmenetele szempontjából mennyire lesz szerencsés. Úgyhogy ez megint egy olyan, hogy majd az idő eldöntésén, ezt nem tudom eldönteni, mert nem dolgozom a klubnál, nem tudom a feltételeket, aztán lehet, hogy írtak egy olyan szerződést, hogy köteles játszhatni, fene tudja, de ha esetleg kimaradna a kezdőből, akkor az egy borzasztóan visszavetné őt a teljesítményébe, mert pont abban a korban van, amikor lehetne a komolyabb megmérettetések elé állítani. 18 évesen már lassan tényleg felnőtt ember, és most lehetne igazán meghatározó játékos, megnézni azt, hogy hogyan tud alkalmazkodni egy másik élethelyzethez, egy másik edzőhöz, egy másik játékstílushoz. Ez nagyon-nagyon sok dologban segíteni őt a szakmai előrelépésben. Nem is beszélve arról, hogy a csapatot esetleg, legalábbis nagyon remélem, hogy segíteni akár gólokkal is. Tehát nagyon nehéz helyzet, mind az ő szempontjából, mind a klub szempontjából. Mind a kettő felett megérteném, ha kiadják. Azt fradistaként baromira idegesítene, hogyha nem játszana, de az is biztos, hogy ő már itt nálunk olyan szintű legenda nem lesz, hogyha ő kiteszi innen a lábát, és egy szerencsés indulása lesz, amihez nagyon sok sikert kívánok neki, akkor nagy valószínűséggel csak akkor térne vissza a Fradihoz, hogyha már 30 pluszos bőven. Tehát benne van a lehetőség, hogy egy jó karriert befusson. Egyébként biztos vagyok benne, hogy a Szoboszlai Dominik, a Milos, a Szalai Attila, a Schäfer valószínűleg tapostak ezen a szerződésen, illetve látták, hogy most már vannak piacképes magyar játékosok. Egy kicsit megnőtt a bizalom a szakmai munkára Magyarországgal kapcsolatban. Fölkerültünk valószínűleg a futballtérképre, úgyhogy ennek is köszönhető. Hát, illetve a Krisztiánnak az édesapja egy német utánpótlás műhelyben dolgozik. Én úgy tudom legalábbis itthon Magyarországon, hogy nem a klubban van, de ha így van, akkor elnézést kérek. Legutoljára úgy tudtam, hogy egy német utánpótlás csoportot vezet itt Magyarországon. Most így hirtelen nem tudom, hogy melyik csapatnak a megbízásából, de attól függetlenül maradt az idősebb Krisztián is itt a futballon belül. Érdekes egyébként, hogy már nem a klub alkalmazottja, de ha így van, akkor elnézést kérek, és külön még egy főhajtás ezért. Biztos vagyok benne, az édesapja is segített, vagy segít neki abban, hogy majd odakint beilleszkedjen. Nem tudom, mennyire beszél németül. Ha már tervben volt az, hogy őt kiigazolják, akkor biztos vagyok benne, hogy gondoltak arra is, hogy a nyelvet valamilyen szinten elsajátítsa, mert ez elengedhetetlen lenne a jó beilleszkedés, vagy az angol, vagy a német nyelv ismerete. Nagyon remélem, hogy erről nem feledkeztek meg. A játék tudása, azt gondolom, hogy megvan. Biztos vagyok benne, hogy még egy kicsit hebrencs, hiszen még félig gyerek, most talán lehet ilyet mondani egy 18 éves fiatalemberre, de pont abban a korban van, amikor formálható, igazán a komoly fizikai munkára most lehet rávenni, hogy 18 éves elmúlt, most már azt gondolom, hogy lehet egy, régebben a birkózóknál azt mondták, hogy bikásítani lehet, mert eddig, hogyha azok a képességei, a gyorsasága, a ügyessége, azokat már igazán komolyan fejleszteni nem lehet. Hozzá lehet tenni egy kicsit, de az alap dolgokat már ő megszerezte. A szervezetének a fejlődése az most már szépen lassan meg fog állni, tehát körülbelül így fog kinézni egész életében. Alakítani lehet, erősíteni lehet, erőálló képességet lehet javítani, a technikai repertoárt azt lehet javítani, de olyan nagy dolgokat most már a természettől nem lehet várni. Most már csak az ő munkájára, illetve az ő nevelőinek a munkájára van szükség, és nagyon-nagyon sok észre ahhoz, hogy azokat a célokat, amiket gondolom kitűzött maga elé, elérje. Jó lenne, hogy egy nemzetközi szintű csatárunk is lenne, akire azért büszkén nézhetünk rá, hogy mégis elmondhatjuk azt, hogy a mi
a mi kutyánk kölyke, nagyon csúnya szóval élve. Hát így visszatérve az ő kapcsolatukra, Deján és Lisztes kapcsolatára, nagyon-nagyon érdekes lesz. Sajnos a tendencia azt szokta mutatni, hogy a délszláv edzők a saját felfogásában nevekedett játékosokat játszhatják, tehát úgy gondolom, hogy a délszláv légió az több szerepet fog most már kapni, és nagyon remélem, hogy ez nem a Varga Barnabás, a Lisztes Krisztián, akár majd a Botka Endre, vagy a többiek rovására fog ez menni, és nagyon remélem, hogy megmarad az a játszó jelleg, ne menjünk el, jó lenne, ha nem mennénk el abba az irányba, amiben a Videóton annak idején, ebbe a talán sokszor azt gondolom, hogy ilyen lealjasodott játékba, én azt gondolom, hogy azért ez nem lenne méltó a Ferencvároshoz, és ezt neki is tudnia kell, illetve Dejánnak, hiszen elméletileg mindennel tisztában van itt a csapaton belül. Csak ez a Videó, gyerekek. Ez túl lett tolva. És tényleg nem azért, hogy itt most ebbe is belekössek, hanem nem tűnt túl hitelesnek. Nagyon remélem, hogy én tévedek. Nagyon remélem. És nagyon remélem, hogy egy sikeres korszak folytatódik majd a Máté Csaba után is, de tényleg bennem van egy kicsit a kis ördög, hogy ott a szerződéskötésnél voltak olyan emberek, akiknek nem kellett volna ott lenni, mert az ő jelenlétük az mindig ilyen kétkedésre ad okot. És tudom, hogy a vezetőség már jó sok minden trutymón átment, jó sokan verték át az agyukat, jó sok tanulópénz ki lett fizetve már itt a nagy szakma tanulással kapcsolatban, de remélem, hogy tanultak belőle, és nem hagyják magukat csőbe húzni, és tényleg nem egy kóklerra bízzák a csapatot, és nagyon átgondolták, nagyon jó szerződéskötést, nagyon jó szerződést köthettek, legalábbis nagyon-nagyon remélem. Mert ha nem, akkor ez így nagyon világcsúfsága lenne, ha megint sikerülne bennünket átvernie valakinek, és ezt nagyon-nagyon nem szeretném én sem, illetve az egész tábor, akiknek nem beszélek a nevében, én mindent csak kizárólag a saját nevemben mondok, mert hogy véletlenül az jöjjön le bárkinek is, hogy bárkinek a nevében beszélek. Nem akarok negatívkodni, minden jót kívánok a Dejánnak is, minden jót kívánok a Lisztes Krisztiánnak is. Nagyobb megfontoltságot és alázatot, mert arra szükség van ahhoz, hogy azt a profi karriert be tudja futni, esetleg még jobbat is, mint az édesapja, és remélem el fogják kerülni a sérülések. Hajrá Ferencváros! Hajrá Semleges Térfél! És hogyha tetszett ez a videóm, amit mindig elfelejtek, akkor iratkozzatok fel a Semleges Térfél csatornájára, lájkoljátok, osszátok meg, és hogyha egy kicsit beleszállnátok a stúdió költségeinkbe a szuper köszöneten keresztül, azért nagyon-nagyon hálásak volnánk. A legjobbakat.